Először is szeretném gratulálni a mezőköves csapatának ezért a győzelemért. Tehát mérkőzésen ajándékoztunk egy gólt az ellenfélnek, így nagyon nehéz mérkőzés nyerni, ez egy nagyon nagy probléma volt a mérkőzés elején. Az első idő végére jobban játszott a csapat, az ellenfél tértésséget játszani, ugyanakkor nem volt gólszerzési lehetőség. The second half we had two chances to score, two good crosses, but in the end we had a second mistake that made the second goal. Másodszor is sikerült jobban játszanunk, két beadás után elszalasztottuk az egyenlítési lehetőséget, és a másik gólt is sajnos egy egyéni hiba után az ellenfél nem tudta szerezni a második gólt. Mert most el kell mondani, hogy úgy érzi mindenki részéről a csapaton belül, hogy jobban elhivatottnak kell lenni az ilyen mérkőzésekkel kapcsolatban. And I think it's not easy to change a lot of players, but the players must understand what club they are working. Nagyon nehéz sok játékost cserélni így mérkőzésről mérkőzésre, de akik megjátszanak, azonnak el kell fogadni, és tudniuk kell, hogy milyen klubért dolgozhatnak. And today we didn't our job in the pitch. És a mai nap folyamán nem tettem a dolgát a mérkőzésre. Igen, ez így van, két nagyon nehéz mérkőzésnek nézünk elébe. Közvetlenül rivalisunk az MTK. But we can't forget that we have 21 points until the end. De még két mérkőzés van hátra, és 21 pontból minél többet meg kell szerezni. And this Champions League is very unbalanced. The teams that are in the top are losing points with the teams that are in the bottom. És azt el kell mondani a bajnokságunkról, hogy nagyon kiegyenlítetlen. Bárki bárkit meg tud verni, a tabella elején lévő csapatokat is legyőzi különböző csapatokat.